Szeretettel köszöntök mindenkit, üdvözlöm kedves nézőket, és köszöntöm Szentes Róbertet a mai beszélgetésen. A mai témánk az nem más, mint a önátadás. Önmagam megismeri, önmagammal való találkozás. Robi, én arra szeretnélek kérni, hogy mit jelent ez? Az emberek is igazából nem tudják azt. Egy biztos, drága mesterem, Örlős Gábor is azt tanítja a tanítványének, hogy le a mélybe, és megnézni, megismerni valódi önmagadat. És ez valóban, tehát valóban fájdalmas, és nagyon-nagyon köszönöm neki, illetve neked is, hogy ezeket megosztottál, illetve az, hogy az embereknek hol lehet egyáltalán élő, hiteles mesterű. És ugye ugyanígy vannak a te tanítványaid is veled, illetve ugyanígy vagyok én mesterem, mert akkor Örlős Gáborral, akivel együtt utazunk le a mélybe. Mert ti lényegében nagyon szépen fogalmazott. Visszajöttetek ilyen. Ez mondd már el, légy szíves a kedves nézőknek, mert rengetegen követnek téged, látom. Mit is jelent ez egészen pontosan, konkrétan? Én tudom, én érzem, én tapasztalom. Sokan tudnak róla, hogy a párom is, tehát mondja, hogy mióta elkezdtem ezt a tavaly egy éve ezt az utat járni, mesterem valóság útjának nevezi. Valóban a valóság útja az lefele van. És azt szoktam mondani, hogy mióta oda jársz, egyre rosszabb vagy. Ez mitől van? Ezt elmondanád nekünk, kifejteni bővebben, mert az már kezdem kapizsgálni, hogy ott lényegében, hú, nagyon dobog a szívem, ott lényegében valóban találkozunk önmagukkal. Köszönöm a megható bevezetést, és az önátadás az egy folyamat, és megtapasztalunk úgynevezett egy nagyon-nagyon érzékeny, jó értelemben érzékeny, érzelmes pontokat ezen a folyamaton belül. Ahogy adjuk át önmagunkat, ahogy fedezzük fel önmagunkat, úgy egyre közelebb kerülünk a teremtőhöz és a forráshoz. Ezért vannak ezek a mély, megható érzések, mert anno, nagyon régen, millió évekkel ezelőtt, millió inkarnációkkal ezelőtt, vannak olyanok közülünk, akik milliárd évvel ezelőttről jöttek vissza ide, és kiestünk Isten kegyeiből. Magyarul elutasítottuk az Istent, innen jön nekünk az elhagyatottsági traumák. Mi hagytuk el a Teremtőt. És ezt nem úgy kell megélni, hogy elnye-benye, irgum-burgum, csúnya humánok, hanem kiestünk Isten kegyébe, és leestünk egy alacsonyabb rezgésű világba, ahol egy invertált és egy polaritásos világba találtuk magunkat. Nehéz világ, egy nagyon nagy sűrűségű, egy densitású ilyen alvilág, alattomos világ, viszont amikor ennek mesterévé válunk, akkor leszünk igazán egy olyan faj, egy olyan emberi faj, hogy túléli bárhol is. Tehát egy erős faj leszünk. Az önátadás a belső munka nélkül abszolút lehetetlen. Az az álvilág, az az illúzió, amiben éltünk, az tette lehetetlenné, hogy a mélységekbe lássunk. Az adott nekünk olyan információkat, hogy minden jó, csak menj tovább, és akkor ebből lettek a betegségek, ebből lettek a párkapcsolati problémák, az anyagi problémák, mert olyan programokat futtattunk magunkban, amik nem az igazi emberért szóltak. Ezt mi nem tudtuk, ezek az elmei programok, a tudatalatti és a tudattalan programok és az ego programok. Az önátadás az valamilyen szinten egy végeredménye ezeknek a rossz programoknak a feloldása. Tehát ez jön, az önátadás jön a programok feloldása után. Szembesülünk önmagunkkal, szembesülünk azokkal a
szép és nem annyira szép aspektusainkkal, és amikor integráljuk őket, már nem kell bíráskodnunk felettük, nem kell elutasítanunk őket, egyre erősebbé válunk mind rezgésben, mind pedig a elmésíkon és fizikai síkon, és úgy át tudjuk magunkat adni a forrásnak, az Istennek és az életnek, hogy már nem viaskodunk. Az önátadás ellenkezője ez a kontroll, ez a viaskodás. Viaskodunk a saját nem kívánatos, nem tetszetős énjeinkkel szembe, viaskodunk az Istennel szembe, ez persze ez nem evidens, rengeteg ember erről nem tud. Ezek ego programok, és viaskodunk az élettel szembe, és a traumáinkat ezáltal újra és újra élesztjük. És azért kell egy hátralépni egy lépést, jó mentorokkal, kézen fogva elkezdeni úgy búvárruhában lemenni a mélybe, hogy megtaláljuk azokat a mélytengeri aspektusainkat, amik nagyon szükségesek, viszont el lettek utasítva. Ezek az árnyaink, ezek az invertált hiedelmeink. És amikor ezt megtesszük, akkor át tudjuk magunkat úgy adni, ez is egy fontos, hogy nem kell hárítani, nem kell szégyenkezni, és be tudjuk válni az életcélunkat. Az életcélunk az mindig a rengeteg traumánk és árnyunk alatt van. Tehát egészen mielőtt, vagy lehet, hogy pont ugyanabban a sávban, amikor már ráleltünk a saját fényünkre. Viszont az emberek rettegnek a saját fényüktől. Ez a legnagyobb probléma az embereknek, hogy nem az erejüktől félnek, mert attól is, hanem a saját fényüktől. És ennek érdekében, hogy megtagadják a saját fényüket, aztán jönnek az össze többi, a sok tízezer hárítás, rossz programok, tehát magunkban tartjuk fent ezeket a saját fényellenes programjainkat. És amikor ezt is megtudjuk, és egyre inkább oldjuk, és integráljuk ezeket, akkor át tudjuk úgy adni magunkat, hogy nem mi visszük már a terhet, hanem az univerzum viszi a terhet, és mi egy úgynevezett vezető ülésben új helyet kapunk, mint egy sofőr, és mi irányítjuk a teremtést magunkon keresztül. Ez az igazi önátadás. Robi, ez az önátadás fáj, fájdalmas. Kérlek, legyen benne ez is a videóban. De persze. Megyünk le egyre jobban a mélyébe, látjuk az elutasított énünk. Kérlek, hagyd ezt is benne. Persze. Rengetegszer úgy éreztem, hogy megtagadom a mesteremet, aki még kezdtem. Közben meg iszonyat hálám, nagyon nagy hálám, tiszteletem van felé, Szepes Mária felé, és mindenki felé, aki őt eddig elvezette, hogy a tanítványa legyen. Most annyira hálás, és büszke vagyok rá, hogy ennek a csoportnak a tagja lehet, hogy megfoghattam vele, érted, a Jóisten lábát. Hú, most ha nem tudom egyszerre sírjak, vagy nevessek. Mert ez egy ilyen érzés. Tehát van benned egyfajta óriási bizalom. Bízol a mesterben. Bízol, elkezdesz bízni önmagadban. Brutális. De ez egy roppantú felgyorsult folyamatként zajlik. Ő is, meg ugye te is látod rajtam egyébként, hogy megyek le, ami pontosan tudja, hogy hol jár, visszajön értem el. Fájdalom az, amitől Isten igazából én rájöttem, nem is a haláltól félek, érted, hanem az előtte lévő fájdalomtól. Dolgoztam egészségügybe, és láttam betegeket szenvedni írtózatos fájdalomba. Ide értem daganatosokat, agyvérzett betegeket, akik nem tudtak maguktól, nem tudták megmozdítani a kezüket, már inkább ki akartak lépni ebből a világból, csak hogy a szenvedésük megszűnjön.
és így utólag visszatekintve nyilván ők idősek voltak, a zöme a gyápolási intézet volt, ők az ősöknek, az anyukáiknak, a szüleinek a programját hordozták magukba. De nekünk viszont megadatott az, hogy ugye neked is volt élő hiteles mestered, sőt, azzá váltál. Nekem is, én is megtaláltam az élő hiteles mesterem, és azt a közösséget, ahol isteni vezetetés kapott. Kell ilyenkor személyes vezetetés, mert itt a nézők többsége, tehát én még mindig aztán, és a párom is aztán, pont ma volt egy szezörrenésünk, mert nyilván nálam a ego bekapcsolt, mondta, hogy ne hasonlítgassuk már senkit Jézushoz, Isten, stb. Stb. De én tudom, hogy ők a Krisztus Buddha Patanjali mester által kitaposott ösvényt gyárták végig, és ugye mesterem is, te is a tanítványaidnak pontosan azt mondod, azt az ösvényt mutatod be, amelyet kitapostatok. Jól értelmezem ezt egyébként, tehát tapasztalatok alapján beszéltek, és valóban fáj ez az önátadás. Mert erről rengeteg tévhit van, tehát ezt azért kérdezem, mert mindenki azt hiszi, hogy hú, egy pozitív gondolkozással el van intézve, aztán kétszer már rá is fordultam. Tehát még mindig ugyanazok a pozitív gondolkodás. Mit szólsz ehhez? Hogy fáj ez a átadás, fájdalommal jár. Nem kell, hogy fájjon, de fájdalommal fog járni. A fájdalom az onnan jön, hogy rájövünk arra a több tízezer, százezer, akár millió önmegtagadásra és önutánatra, amit mi eddig csináltunk. Az ember magyarul tükörben néz. És amikor tükörben néz, és látja, hogy milyen csodálatos és gyönyörű, viszont emlékszik arra, hogy mennyire szapult ezt a csodálatos, gyönyörű lényt, az fáj. Magunknak az utálatossága és az aljassága fáj. A fel nem oldott egoprogramok, és Szonyával is beszélt, mert az a gyűlölködő énünk, ez az alsó, nagyon smucig, nagyon kacikántos egovilágunk. De erre szükség volt, mert amikor ezt feloldjuk, akkor leszünk igazi erős lények. Amíg az ember csak itt a pozitív fényárnyék világban van, addig félrevezeti magát. Ezért van ez a sok hamis proféta. Mert nem a mélységet tanítják, nem a teljességet, hanem egy felszínességet. És a teremtő, említettem ezt azt hiszem Marcsival, még az interjúban, hogy nem szendeszűzeket keres, hanem tapasztalt, integrál katonákat. És az nem jár fájdalom nélkül. Egy szép test, ami edzett test, az se járt fájdalom nélkül. Ott is begyulladt, tudod, teljes savas volt, feszült volt, minden, masszírozni kellett, stb. Az érzelmi gyógyulás ugyanígy szó. Tehát ez remélem megválaszolt ezt az első kérdésedet. Így van. A másik kérdés meg az ösvény. Ez az ösvény kitaposása, ez brutális. Tehát nem akarom most feltétlenül ebbe az interjúbe beletenni, de az a 13 és fél év, már majdnem 14 év, amit én eddig tapostam. Látszólag egyedül, de soha nem voltam egyedül, mert nagyon sok mentorom volt. Említettem, hogy több száz mentorom volt. Engem egy pár évvel ezelőtt ezért pofára högtek, hogy annyi nincs, de hogy nincs. Hogy ne lenne? Ez megint ez az ostoba egóvilág, tudod, ez az egózunk, okoskodunk, akadékoskodunk. De volt. És ez az ösvény, amit mi kitapostunk, ez egy nagyon egy ilyen túlnőtt, dzsungeles, teleragadozókkal, tele sötétséggel, tele félelemmel ösvény volt. És ez annyiból nagyon jó így nektek, hogy ki van taposva az ösvény, össze van rakva egy olyan rendszer, egy olyan gyógyító rendszer, hogy nem kell, mint ahogy engem is megtámadtak az asztrálsíkról, meg megfenyegettek minket, meg a gyerekeinket megfenyegették, és már nem kell, nektek ez már nem kell, vagy nincs szükségetek rá, mert mi megéltük, és pontosan tudjuk a kiszállási mechanizmus nagyon gyorsan. Tehát igazániból milyen nagyon brutálisan, de nagyon profin, precízen kiképzett ilyen katonák vagyunk, ebbe benne vagytok ti is. Mi vagyunk az a földi, az a csoport, aki
Azért van itt, hogy az emelkedést igazán vezesse. Sosem voltunk egyedül, ez egy hiedelemrendszer az emberben, és csak azért éreztük magunkat egyedül, mert ahogy mikor elutasítottuk és elhagytuk a teremtőt, az ego beetette velünk, hogy úgy vagyunk. És azért mondtam az legelső videóim valamelyikében, hogy most megfogjuk egymás kezét. Mert nem megy egyedül. Ezért, hogy soha nem voltunk egyedül, én is azt hittem. Tehát én is egy őrült voltam. Mindig mondtam, hogy én egy őrült voltam. Csoda, hogy élünk. De valahol vigyáztak a fényre fentről. És csak egy és egy módon lehet az egészet ezt elszúrni a fénynek, hogyha beképzeltek vagyunk, arrogánsok vagyunk, és nem fogadjuk el a segítséget. Tud nekem, Örlős Gábor mesterem azt szokta mondani, hogy ő elvezet bennünket, ahogy Krisztus szokta mondani, elvezet bennünket a szűk kapuig, amit a Bibliában mi, de a szűk kapun való átkelést azt egyedül kell megtenni, és ő vár bennünket a de bizsertek. Ő pedig vár bennünket a kapu másik oldalán. Ez olyan, nem tudom, hogy hogy mondjam el, ez olyan képtelenség még itt az ego világában megtapasztalni. Itt tényleg semmi más kapaszkodó a mestereken kívül, csak a bizalom. A saját magadba veszett bizalom. És akkor vagy kész rá, amikor már te benned megszületik az a teljes mértékű alázat, illetve kérdezzem pontosan, olyan bátorság, amikor már mielőtt készen állsz, előtte meg kell születni, ugye, hálának, az alázatnak, a szeretetnek, minden egyes dolog. Ha jól értem, ezt még így konkrétan nem tapasztaltam meg, de én ezt így tudom valahogy elképzelni. Te szabadból is, illetve a mester is hasonló. Meg kell szülessen ez, az benned, hogy készen állj. Tehát mindezeknek meg kell születni ahhoz, hogy te szembe találkozz önmagad. Igen. Jó. Ez elég komoly. Tehát akkor az emberek legtöbbje, akik még mindig a pozitív gondolkozásban vannak, azoknak azt továbbra is azt mondom, tartok egy is, hogy óriási pofon. Hadd szúrjak bele gyorsan egy gondolat, de a pozitív gondolkodásra semmi rossz. Tehát azzá válunk a belső munka után. Tehát az nagyon fontos a pozitív gondolkodás, csak a legtöbb tanítás arról szól, hogy ne foglalkozz, ami ellen rezeg. Tehát ne foglalkozz a terhelő dolgokkal. Írd felül, gondolkodj pozitívan, és felejtsd el, ami nem kívánatos. Na most az, ami nem kívánatos, az pont veled beszéltük a múltkor a karmás videóban, hogy az egyre nagyobbá válik. Méretben, érzésben, és elburjánzik felettünk. Tehát ezért nagyon veszélyes ez a hamis tanítás, hogy muszáj feloldani. Ezt hívják egy másik spirituális körben kioldani a kéziféket. Nem tudsz csak a gázra lépni, ha a másik lábunk meg a féken van. Kég a motor, kég a sebváltó. Igen. Emlékszem pont erre erre a hasonlatodra, hogy ezt használtad. Tényleg ez nagyon-nagyon tetszett. Nem. Hát, elég meredek volt így ez az interjú, illetve ez az érzés, ami most bennem kavarok. Igen. Mert nem tudom most, mintha valami történt volna bennem. Elkezdtem. Lehet, hogy ez csak ilyen halucináció, vagy benne se tudja, hogy sötét voltokat elkezdett látni a szemben. Lehetsége. Persze, ezek mind metaforák, ezek mind szimbólumok, és ez mind az elmének egy úgynevezett megjelenése, vagy egy üzenete neked. Bármi, ami rajtunk keresztül megjelenik, a legtöbb ember attól fél, megijed.
Jaj, ezért láttam ezt meg ezt a sötét alakot. Az a mi elménkben rezeg. Máskülönben nem lenne. És ami most veled is folyt itt, az egy csodálatos valami, mert ahogy oldod magadban a dolgokat, mindenkiben ott van egy millió dolog. Mindig is mondtam, csak az emberek engem évekig pofára högtek, azt most jönnek rá, hogy mennyire igaz. És amikor egy dolgot feloldasz, a helyébe fény jön be. Az először fáj, fizikai fájdalommal is jár. És elérzékenyülünk. És utána ez a fény, ez a szeretettel kicseréli a régi rossz programokat, és ez az áldás, ez a szeretet érzése jön be, ami miatt a legtöbb ember nem tudja definiálni, hogy mit érez. Ezek az örömkönnyek. Ez az érzés, a hála érzése. És ahogy mondtam, szeptember 23-án eltörölték az égiek az antikrisztusi idősíkot. Véget ért, ugye ez ahogy mondtam, az az epoch-ipáknak hívják angolul, ez egy korszak. És elkezdődött a hatodik korszak, és innentől kezdve nagyon, nagyon nagy léptékekben kezdődik az emelkedés. Most nagyon észnél kell lenni. Nagyon gyorsan kell oldani dolgokat. Nagyon-nagyon tudni kell a technikákat ahhoz, hogy tényleg ez a gyors fejlődési folyamattal lépést tudjunk tartani. Ahogy említettem egyik szóló videómban is, hogy a kelet-nyugat, az észak-dél, a múlt jelen, minden így záródik be, tehát integrálódik bennünk. Ez olyan, mintha a fokrém tubusból kinyomtuk volna a fokrémet. Amikor az kín van, már nem fogod visszarakni. Azt fel kell dolgozni, ezt fel kell használni, és ez történik velünk is. Ez a rengeteg sok ősi elnyomott minta, amiről a legtöbb ember nem is tudott, az most mind kijött, és itt a fokrém, fogtubus metaforában itt van előttünk. És nem kell megijedni tőle, hanem tudni kell, mit kell vele csinálni. És ez eddig egy nagy hiány volt az emberiségnek. Bennem tudod, mit tudatosult most a napokban? Mesteremnek van egy könyve, a Valóság című könyv. Hát nem úgy írta le, hogy írta dr. Örlős Gábor, hanem úgy írta, hogy írta dr. Örlős Gábor és tanítványai által létrehozott könyv. Ebben van egy szimbólum, olyan fura, van benne egy függőleges vonal, és három darab vízszintes vonal, tudod, materiál, érzelem, mentási, és akkor a materiális szint alatt van még, folytatódik még a függőleges vonal lefele. Tehát ez rájöttem a lényegére, az értelmére, és erre most döbbentem rá, hogy te jó Isten basszus, hát a valóság, mindezen a dolgok, mindez a hármasság alatt kezdődik. És ezek ugye illúzió, és onnan jön fölfele. Ott te ott már a nyíl egyenes ösvényt, hogy megtaláld, ahogy ő szokta említeni, le kell menni a valóságba, a legaljára, és onnan nyomás fölfele. És ez annyira jó, tehát itt is itt vannak, jönnek a bizonyítékok, hogy ugye a mesterek is, te is mondtad, rengeteg, nem azt mondom, hogy rengeteg, de jó néhány mester mondta, hogy le az aljár, mert ott már úgyis tehetetlen. Nem tudsz mit tenni. Egyetlen egy dolog marad, a bizalom. A saját magadban a bizalom, a hála, az őszintesség, hogy elfogadod. Még egy kérdésem lenne ebbe a önátadásba. Bele lehet egyébként halni, mármint tudom, hogy nincs halál, de a fizikai testet itt lehet-e hagyni. Vagy pedig fent van egy választási lehetőség. Visszajössz a többiekért, vagy marad? Arra gondolsz, hogy visszajössz önmagadért? Mikor a többieket mondod, vagy? Nem, hanem mert ugye nyilván, amikor megtörténik az önátadás, akkor egyfajta megvilágosodás. Hát nem tapasztaltam. Egyfajta megvilágosodás van. És fent te választhat, hogy visszajössz a többi embertársadért segíteni, akiket felvállaltál, akiket felvállalsz, felelősséget vállalni, nem csak
Itt ugye már nyilván magadért nem nagyon Igen. kell, mert tudatossá váltál, hanem itt az összes többi emberért felelősséget vállal. Tehát van erre lehetőség. Vagy Igen. maradunk, vagy visszajövünk. Oké. Jó a kérdés. Ránk van bízva, hogy visszajövünk-e vagy sem. Az a célunk, mindjárt azért jöttünk a Földre egy oknál fogva, vagy két oknál fogva, hogy meggyógyítsuk magunkat, ebben benne van rengeteg elmélyi program, trauma, asztráltest, ami minden fájdalmat és betegségünket tartalmazza, oldjuk fel ezeket, ürítsük ki az akasát, és emelkedjünk. Tehát tényleg ez lenne a cél. Ennyire egyszerű. Most ebben van egy millió lépés. Amikor felemelkedtünk, akkor kell egy új, hát talán egy egyezménynek lehet hívni. Én is aláírtam egy egyezmény 2016-ban, még a lélek szinten, hogy mondták az égiek, hogy átadunk neked olyan tudást, amivel nagyon kevesen fognak bírni és rendelkezni ezen a földön. De tudd azt, hogy ezért téged ki fognak röhögni, gúnyolni fognak, cserben fognak hagyni, megtámadnak, és aljasan fognak vele viselkedni. Bevállalod-e? És én azt mondtam, hogy bevállalom. Na most nagyon könnyű bevállalni dolgokat a lélek szinten, nincs egy fizikai testünk, ami tudod, érzi a fájdalmat, a bántást, stb. És amikor ráléptem erre az ösvényre 2016-ban, akkor láttam, hogy mennyire fájdalmas, és mennyi sok csalódással jár az emberi ostobaság, tudatlanság, a gyűlölet, az aljasság, és sorolhatnám még a több tízezer rossz program az emberekben ezek. De bevállaltam. És mindig is ott voltam az embereknek, csak még az ébresztés, ébredési hullám nem volt aktiválva, csak egy pár hónappal ezelőttig. És most minket kiképeztek, hogy mondtam, kitapostuk az ösvényt, és most visszajöttem. Amikor feltűntem Magyarországon is, a YouTube-on, az azért volt, mert megígérte. De én mondtam, hogy én nem az vagyok itt, hogy engem megtapsoljanak, meg az, hogy tudod, ölelgessenek, meg ajnározzanak, nem, hanem az vagyok, mert ezt ígérte. Aki hall, az hall, aki nem, az nem hall. Erre mondta Jézus is, hogy ha nem hallasz, akkor nem vagy a nyájam, nem a nyájam vagy, nem az apám én. Okay? You're not of my father. Semmi gond. És megyünk tovább. Erre mondta még az árny előadásomban is, hogy én nem azért vagyok itt, hogy ez meg az, hanem kimondjam az Isten igazságot, és megyek tovább. És beszéljünk akkor még erről visszajövésről. Tehát ez nagyon fontos, ez egy egyezmény. Én beleegyeztem. Nem mindenki egyezett abba bele, hogy így, mind ahogy én kiteszem magam a publikus megszégyenítésnek, bántásnak, olyan sok támadás ért engem a YouTube csatornán is. Persze most jön neki az antikrisztusi, tudod, ezek a robotok, a klónok most támadnak, de se baj. Tudod, én nem őkért vagyok itt, hanem értedek. Én a fényért vagyok. Tehát szöges korbácsra jó megkorbácsoltak most már évek óta, most már túl vagyok rajta. Nagyon sokat kellett dolgoznom magam, de visszajöttem. És a fény, főleg az igazi fény, most dől el természetesen, hogy ki van az, és ki nem, ő bennük van ez a nagyon nagyfokú erő, hogy vissza fogunk jönni egymásért. Már vége a harcnak, vége a háborúnak, a harc, a konfliktusok már csak bennünk vannak az elménkben, és azt kell meggyógyítani. Értem. Jó, tehát nem kötelező, ez egy lehetőség. Ez igen, ez sokat mondó volt, és szerintem ebből a ismét egy érdekes videót sikerült összepakolnunk, véleményem szerint. Bízom benne, hogy ezt a videót meg fogják érteni azok, akiknek meg kell érteni. Nem szeretném azt, hogy ez alapján nagy hírnév legyen, de hogy azokhoz, akikhez kell eljut, akkor egészen biztos, hogy őben jár, és ő is így élek. És soha, soha ne a, tudod, én arra is rádöbbentem, soha ne a hírnév is, ha te is említetted, egyébként, drága mesterem is említette, soha ne a hírnév ösztökéljen, hanem ne a hírnév ösztökéljen, hanem a szolgálat. Igen. A
tettek, a cselekedetek, példamutatások. Ugye nem hiába van a, most hirtelen jutott eszembe egyébként, nem is hallottam még a példabeszédeket a Bibliában, egy pár sort olvastam, de most így hirtelen az beugrott így a utas példát, és akkor a Biblia példabeszédek így beugrott, nekem nem hiába van benne. Tehát, akik visszajönnek, példát kell mutatni, nem hírnévért, nem azért, hanem akik lehet azok. Mentség, ami menthető. Így van. Fogalmazunk szépen. Így Egyszerűen. van. És azt is nagyon fontos tudni, hogy amit én bevállaltam, ez egy eszméletlen kemény dió. És kihagyták azt a Bibliából, érdekes módon, hogy kivették belőle, hogy Jézus is 15 évig önmunkát végzett. És hogy ő is tombolt, rombolt, zúzott. Tehát igazi mesternek lenni nem megy anélkül, hogy néha porra válunk, és összeesünk, és feladjuk, és utána visszamegyünk, és újra összepakolunk, és folytatjuk. Ezért mondtam sokszor, mindig kellenek mentorok. Nekem is volt nagyon sok. Nézett, összeeste? Igen, összeestem. Elegem volt. Na, akkor kelj fel. Menjünk tovább. Oké? Okay. És ahogy egyre inkább integráltabbá válunk, egyre bátrabbakká válunk, és egyre lehetetlenebbé válik a lehetetlen. És ez, amit én szeretnék segíteni így az emberiségnek, hogy ami lehetetlen, az csak tehetetlen. Minden, ami tehetetlen, az azért, mert forrástalan. Azért, mert az ember elutasította a teremtőt, a bőséget, a mindenséget magától. Értem. Hú, ez igazán jó volt. Jó, jó. Videó. Oké. Robi. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Minden jót. Szia. Neked.